Az erdőkben is nagy gondot okoz a klímaváltozás, ugyanis régebben több ezer év volt arra, hogy egy fafaj vándoroljon és kedvezőbb feltételeket találjon, napjainkban azonban néhány évtized alatt drasztikus változások következnek be. Gál László erdőművelési és közjóléti ágazatvezető azt mondja, becslések alapján az átlag hőmérséklet 4,5 Celsius fokot fog emelkedni 100 éven belül. A jelenség számos élőlény életterét veszi majd el, többek között a bükkösökét. Így az erdészek feladata, hogy megoldást találjanak a problémára. A szakember úgy látja, a génmegőrzés jelenti az erdő jövőjét. Erre lehetőséget nyújt az úgynevezett olasz molyhos tölgy. Mivel egy hegytetőn vagy dombtetőn állunk igen száraz körülmények között, reggeltől estig süt a nap, ezért ez a fa már nagyon sok mindent kibírt a több száz év alatt, és ez ad nekünk reményt arra, hogyha hasonló körülmények közé kerül az ország egy nagy része, tehát ilyen szárazságok lesznek, mint ami most vannak, akkor ez a fafaj ezt vinni fogja. A gond az, hogy ennek a szaporítóanyagára szükségünk van. A levél fonálkán csillámszőrök találhatók, ez ilyen molyhos képet ad, és ez miatt a növénynek kevesebbet kell párologtatni. Horváth Csaba, a hőgyészi erdészet műszaki vezetője azt mutatja, hogy az olasz molyhos tölgy miért szárazságtűrőbb más fajoknál. Gál Lászlóval több száz egyedet felkerestek, amelyekről termést gyűjtöttek, majd csemetét neveltek belőlük. Ezt követően pedig Dús község határban ültették el a növényeket egy úgynevezett géngyűjteményben. És a területen több mint 60 törzsfa utódait helyezték el. A célunk az vele, hogy a meglévő genetikai sokszínűséget, illetve ezt a szárazságtűrő képességű egyedeknek az utódait megőrizzük. Abból a célból egyrészt, hogy magunknak a jövőben, mikor várhatóan tényleg sokkal szélsőségesebbre fordul az időjárás, már legyen olyan gyakorlatilag egy ilyen ültetvényünk, ahonnan tudunk majd szaporítóanyagot gyűjteni. Horváth Csaba elmondta, fontos lenne, hogy az ország más térségeiben is felkeressék az olasz molyhos tölgy egyedeket, és hasonlóan elkezdenék azok szaporítását. A szakember szerint a fafaj a Dél-Dunántúlon a legelterjedtebb.